Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Az édes búzs dallamok után egy kicsit pattogósabb beszélgetés következik. A rövid hírünk az, hogy a Magyar Fesztivál Szövetség elfogadta a fehérvári programszervező Kft. Tagfelvételi kérelmét. A város nagyobb eseményeit szervező cég a Székesfehérvári Királyi Napok Fesztivállal pályázott és lett a szövetség rendes tagja. Vendégem pedig a fehérvári programszervező Kft. Ügyvezetője Juhász Zsófia. Szervusz! Szervusz, jó estét kívánok! Köszönöm, mindenkinek. Hogy itt vagy velünk. Nos, egy kicsit evezz a mélyre. Kutakodjunk a múltban, hiszen nagyon-nagyon fontos utat járt be az elmúlt időszakban a programszervező Kft. Induljunk el talán, kivonatosan persze, hiszen annyi időnk talán nincsen, de mit tette lehetővé, mit tette szükségessé a fehérvári programszervező Kft. Megteremtését, hiszen ez egy fontos lépcső volt. Igen, egy nagyon fontos lépcső volt a város kulturális és közösség életében. Ugye mi, akik benne dolgozunk, hiszen azért gondolom mindenki, aki ismer bennünket, tudja, hogy egyébként is itt dolgozunk a város közművedés életében, kulturális életében, tehát mi magunk úgy észre se vesszük a rengeteg program kavalkát közepette, hogy minek is vagyunk mi a részesei. Ugye nyilván mindenki dolgozik, vagy egy művödési házban, vagy a múzeumban, vagy egy ilyen civil szervezetben, és ugye csinálja a dolgát, és valahol jó lenne, hogyha összefutnának ez a szálak. Egyébként ez már nagyon régóta, még emlékszem, Lőrinc Miki kollégámnak volt a nagy igény, hogy egyszer fussanak össze valahogy ezek a szálak itt a városban, és 2015-ben tulajdonképpen a Kft. Megalakulásával talán egy picit rendeztük ezeket a sorokat. Ez nem jelenti azt, hogy a város elhappolt volna más szervezetektől rendezvényeket, vagy megszűntek volna, hanem inkább pontosan ezt az egyszára való felfuttatását próbálta elérni. Nyilván a Kft.-nél van 30 rendezvény, és azért akik itt élnek a városban, mi tudjuk, hogy több száz rendezvény van. Ezek között van egészen pici, és vannak az egészen nagyok, és nem mindet mi szervezzük, de a jelentősebbeket igen, tehát amik több ezer főt mozgatnak meg itt a városban, amögött a fehérvári program szervező Kft. Van. Én egy picit a Fesztivál Szövetségben való létünkkel kapcsolatban szeretném mondani, hogy nyilván egy egész fiatal cég került most be ebbe az országos körforgásba, hiszen a fehérvári programszervező Kft. 2015-ben jött létre, a város 100%-ban tulajdonos ennek a cégnek, és mi, akik itt dolgozunk a Kft.-ben, nekünk az a feladatunk, hogy az összes itt lévő rendezvény precízen, pontosan és nyilván minőségében is olyan kínálatot nyújtson a fehérváriaknak, ami mindenkinek az épülését szolgálja. És a Fesztivál Szövetség mögött, illetve az ő munkája mögött az rejlik, hogy azért azt láthatjuk, hogy nem csak Fehérváron, hanem a város, tehát az országban több városban a kultúrának és a közösség életben, és ezáltal a kulturális fesztiváloknak a jelentősége egyre növekszik, és nem csak a helyi önkormányzatok, de az állam is jelentős támogatásokat, tehát tulajdonképpen közpénzeket raknak ezeknek a megvalósulása mögé. Ez egyébként egy nagyon jó dolog, mert nyilván ez egy biztos jövőt, kiszámíthatóságot jelent mindenkinek, de azt gondolom, hogy emögött az kell legyen, hogy mindenki, aki pénzt ad át valakinek, valamilyen stratégiai elvek alapján adja ezt. Tehát ezek ne adhok döntések legyenek. Tehát a Székesfehérvár megyei jogú város sem úgy gondolkozik, hogy jön egy ötlet, és akkor már is ad neki pénzt, hanem nyilván megpróbálja a város kulturális koncepciójába beilleszteni, és ugyanez van országos szinten is. Igen, hát így ahhoz kell viszont hangsúlyt adni a igen, fontosnak. És ehhez viszont ismerni kell a fesztiválokat. Tehát nyilván a város ismeri a helyi fesztiváljait, de az országban pedig rengeteg fesztivál van, és ők is szeretnének többet, létszám, összetétel, milyen műfajokat mozgatnak meg ezek a fesztiválok. Tehát ez egy nagyon jó dolog, hogy a Székesfehérvári Királyi Napok, amivel kapcsolatban mi azt reméljük, hogy nagyon sokan ismerik az országban, de most még nagyobb jelentőséget kap országos szinten, és ez nyilván marketing szempontból a városnak sem egy utolsó dolog. Tehát ez kiemelt rendezvény mindenképpen. Minden, a városban ugyanakkor az, hogy egységes arculata van a rendezvényeknek, külön-külön természetesen, de azért mégiscsak valamilyen szinten minden fehérvári. Legyünk már, ugye a mondás az igaz, a lokálpatrióta nem idióta, tehát legyünk már, maradjunk lokálpatrióták, és próbáljunk ívet adni a mi történéseinknek, ami azt hiszem, hogy elérte. Ugye 2015 ez egy nagyon fontos dátum.
azért egyik oldalról, hogy megalakultatok ti, tehát a programszervező, másik oldalról pedig pont azt hiszem tegnap előtt beszélgettünk erről, hogy az Alba Régia Szimfonikus Zenekar is 2015. január 1-én lett. Igen, ugyanazon a közgyűlésen voltunk. Ugyanaz a közgyűlés volt, és lám-lám, külön-külön utakon jártok nyilvánvaló, tehát más a feladat, de ez egy pazar döntés volt mindenféle értelemben. Mind a kettő szempontból. Ez rendkívüli, ugyanis ez nem cím, mint tudjuk. Tehát tagjai lettek egy fesztivál szövetségnek, és most már kitekinthetünk így közösen, és lehet fejleszteni a királyi napokat. No, de ehhez csapat kell. Tehát akkor beszéljünk a csapatodról, hiszen 2015-ben nem a nulláról kellett kezdeni, hiszen ahogy az imént a bevezetődben elmondtad, jószerűen mindenki dolgozott már ezen a területen. De mégiscsak egy egy egységes csapatot kellett, hogy toboroz magad mellé, mögé. Igen, ez egy nagyon izgalmas feladat volt, mert én nagyon tényleg szeretem, ha fiatalok vannak körülöttem, és nyilván ennek vannak pozitív hozadéka és negatív hozadéka. Negatív az, hogy nyilván, hogyha fiatalok, akkor remélhetőleg összeházasodnak, és a hölgyek pedig szülnek gyerekeket, tehát őket majd nélkülözni kell. De akkor is azt gondolom, hogy ezekhez a friss, kreatív, pörgő rendezvényekhez szükségünk van azokra a fiatalokra, akik vagy itt tanultak, vagy mondjuk elvégezték már a főiskolát, egyetemet, és szeretnének itt maradni, itt megtalálni magukat. És ez egy olyan munkahely, ami biztos, hogy olyan alapokat ad mindenkinek, amivel ő a közösségi létét meg tudja itt alapozni, vagy azért a szűk baráti köret, mert találkoznak az utcán, mert itt lesznek, és ők büszkék lesznek a barátnőjükre, hogy ő ennek a rendezvénynek a szervezésével foglalkozik, és majd tudni fogják, hogy én felhívom a Paulik Annát, és majd az Anna megmondja nekem, hogy mikor, hol lesz a program. Tehát egy picit így segítünk, hogy a mi fiataink, akik itt élnek szüleikkel, hogy visszakerüljenek ebbe a városi körforgásba. Igen, fiatalok, és nagyon érdekesen alakult a csapat. Nyilván minden cégnél van fluktuáció, tehát jönnek, mennek a kollégák, valaki megtalálja a számítását, valaki nem. Én most azt gondolom, hogy egy olyan 20 fős csapatunk van, ami egy nagyon stabil közösség. Azt látom, hogy baráti szálak is vannak a cégen belül, és nyilván én is próbálok mindig olyan közösségi programokat is, hát nyilván mi rendezvényszervezők már mondhatnánk azt, hogy elegünk van a rendezvényekből, de mégis próbálunk olyan közös eseményeket szervezni, amikor nem egy rendezvényen vagyunk, amikor nem feladat teljesítünk, hanem mi is jól érezzük magunkat. És ezek lehet egy kirándulás, lehet egy közös disznóvágás, tehát ezek kolbásztöltés, hiszen ott voltunk. Így van, az is lehet, próbálkoztunk vele. Tehát jó volt azt is megérezni, hogy külön csapata lehet a marketing kommunikációnak, tehát egy rendezvényszervezőnek nyilván nagyon széles körben kell gondolkozni, de azért az, hogy nem neki kell már azzal foglalkozni, hogy a plakátja kikerült-e X helyre, vagy hogy megfelelő mennyiségű szórólap, vagy az önkéntesek elvitték-e a szórólapokat az adott helyre, ez azért könnyíti a munkát. Tehát nálunk van marketing, külön marketing csapat, kommunikációs csapat, van értékesítőnk, nyilván van ügyviteli kollektíva, és hát ugye természetesen a rendezvényszervezők, akik több programot visznek párhuzamosan. És ráadásul az eltelt idő, a folyamatos fejlődés záloga is egyben, mondom én, hiszen mi megszoktuk, hogy én azt, ugye 200 rendezvényt mondtál, 30 az abszolút kiemelt, nyilvánvaló, hogy a kiemelt rendezvények szintje az nem lehet állandó, hanem folyamatosan fejlődni kell. És ebben azt hiszem, hogy jó úton járunk, hiszen ez tetten érhető, hogy ami 2015-ben elég volt, az 2016-ban már egy kicsit jobban sikerült. És ez vonatkozik koncertsorozatra, vonatkozik bolondballagásra, igazi ballagásra, bármire, ami itt fajsős rendezvény, és itt még ugye nem említettem a királyi napokat. Ja, nagyon át kell gondolni, tehát úgy azt gondolnánk, hogy rendezvényszervezés, egyébként mindenki tud, mert nyilván ha valaki otthon megrendezi a születésnapi partiját, az is egy rendezvény, de itt azért nagyon sok dologra kell figyelni, és ami roppantul megnehezíti a mi dolgunkat is, rengeteg engedély
Tehát a biztonságtechnikai óvintézkedések, a katasztrófavédelmi engedélyeknek a beszerzése, és nem csak nyilván nem ezt valahogy nem beszerezzük, hanem ugye ehhez biztosítani kell minden olyat, amivel a kint lévő, tehát a rendezvényeiken kint lévő állampolgárok is biztonságban érzik magukat, és ezek egyre szigorodnak, tehát pont ezekkel a vetítésekkel, ami a mapping vetítésekkel, amivel azt mondom, hogy szerintem Fehérvár még egy dögös mappinggel még tartozik a királyi napokon a lakóknak, ennek óriási biztonságtechnikai háttere van, amihez nehezen állunk mi is hozzá, és ezeket folyamatosan tanulnunk kell. Tehát mi is úgy vagyunk, hogy lifelong learning, tehát minden egyes rendezvényen újat tanulunk, kielemezzük, következő rendezvényben megpróbáljuk beépíteni, és hát folyamatosan gyűjtjük az elégedettséget. Tehát nekünk nagyon fontos, nekünk az is fontos, hogyha valaki azt mondja, hogy nem érezte magát jól, mert nem látott semmit. Nekünk ez egy információ. Tehát nyilván mindenkinek nem tudunk megfelelni, de ezek a pozitív és negatív kritikák, amik a Facebookon olvashatóak, kifejezetten van egy kollégánk, aki ezt vadásza, hogy hol lát olyan jellegű hozzászólást, amivel nekünk foglalkoznunk kell. Időközben a királyi napokról majd fogunk látni képeket, és most beszélgessünk, mélyedjünk el a királyi napokban. Ez egy izgalmas történet. 10 napon át egy fantasztikus sor, és ugye most már a Néptánc Fesztivál is akkor van. Én nemrégiben budapesti barátaimnak büszkélkedtem, hogy mi itt, pedig egy frekventált kerületről van szó, hogy mit gondoltok ti, hát hol volt nektek olyan, mint nekünk 2016-ban, mindig ezt mondom, ezt hozom fel példaként, koncertekről van szó, hogy itt volt Miklós Erika Bombonnal, Csík, Charlie, Rúzsa Magdi, Fenyő Miki. Hol vagy nektek? Egy év alatt nem jön össze ennyi. Na most ehhez viszont kell bizonyos értelemben, hogy vonzerőt jelentsen Székesfehérvár, és vonzerőt jelentsen a királyi napok. De kezdjük az elején. Nyilvánvaló, hogy mi általában nem csak a felvonulásban gondolkodunk, hanem az utcában, hogy A ponttól B pontig mi vár bennünket. Mi a kulcsa megszervezni a középkori forgatagot például? Hát, mint minden egyes rendezvény, nagyon fontos, hogy kiket fogunk felléptetni. Tehát ugye ez egy olyan szervezési folyamat, amikor tehát nagyon időben el kell kezdeni, mert azért egy augusztus nem csak Fehérváron frekventált időszak, hanem más városban is. És azért a jó minőségi színvonalon működő hagyományőrző egyesületek, vagy pedig hagyományőrző csoportok, akiket mi ide tudunk hívni ebbe az időszakban, azok lehet, hogy már foglaltak. Tehát itt mindig itt az idő számít, hogy mikor kezdjük el a szervezését. És ezt azt tudom mondani, hogy tulajdonképpen augusztus 20-án, amikor a tűzijáték, az utolsó tűzijátékot felőtték, akkor mi már ott álltunk, igaz Kriszta kolléganőmmel kint a tóparton, lőtték fel a tűzijátékot, és egyfolytában arról beszéltünk, hogy mit kell csinálni a következő egy hónapban ahhoz, hogy 2018 augusztus 11-én, amikor lesz a királynapok megnyitója, akkor már minden a helyére kerüljön. Említetted azt, hogy ugye a városnak is vonzóvá kell lenni, és ebben nagyon nagy feladata van a turisztikai Kft.-nek, Szegő Kriszti által vezetett cégnek, hiszen ők is időben el kell kezdjék, hogy olyan csomagokat kínáljanak a más városban élőknek, akik a szabadságaikat már úgy tudják tervezni, hogy akkor erre az időszakra eljönnek Fehérvárra. Nem biztos, hogy mondjuk 4 napot itt töltenek, de ebből 2 biztosan, és aztán elmennek a környékbeli kastélyokra, vagy elmennek fürdeni egyet a Velencei tó partjára, de mindenképpen a szálláshelyük az itt van Fehérvár, és innen mozdulnak ki. És ezért nagyon fontos, hogy turisztikai szempontból kapcsolódjunk, és azáltal, hogyha most visszakanyarodok a beszélgetésünk kezdetére, tehát ez egy fontos feladat volt, hogy a városban lévő összes intézmény is elfogadja ennek a cégnek a jelentőségét, és keressük a kapcsolatot. Tehát, hogy már ne az legyen, hogy nem tudunk arról, hogy például a múzeumban mikor fog egy kiállítás, egy pazar kiállítás megnyílni, hanem már rögtön a kezdeténél ott vagyunk, és rögtön az első megbeszéléseknél ezt a városvezetés generálja egyébként, hogy nyilván üljünk össze, és rögtön az elején, hogy ki, mikor, mit szervez, és hogy tudunk egymáshoz kapcsolódni. Igen, az ötlettől a megvalósításig úgyis el kell, hogy teljen bizonyos idő.
És hogyan lehet fejlődni, hiszen azt tudjuk, hogy a koronázási játékoknak megvan a maga rendje, most már felvonulnak a mi királyaink, óriásbábjaink, a középkori vásári forgatag is adott. Igen, lassan a bábok, hogyha annyian vannak már, hogy tulajdonképpen meg se kell mozdulniuk már, mert végig fő utca hosszában tudnak állni. Tehát az országalmától a Velencéig, vagy Magyar Királyig, ha már Szent István király városában élünk. Milyen terveitek vannak? Ugye azt mondtad, hogy az idén augusztus 10-től 20-áig tart, és 11. azzal... 11-e? 10 a péntek? 10 a péntek. Akkor 10. Akkor jó. No, és akkor azzal, hogy a Néptáncfesztivál is ott van, és most már szerves része, tehát nem külön, azért az egyik oldalról segítség, a másik oldalról pedig szervezés kérdése már megint. Hát és akkor itt az jön össze, hogy nyilván az Alba Régia Tánc Egyesületnek a rendezvényét, és ugye, hogyha rögtön úgy kell időzítenünk, illetve úgy kell összekapcsolnunk, hogy ne üssük, tehát a város egyéb kiemelt programjait ne üssük, és ez most azért tényleg jó, hogy ebből a szempontból ugye ott is az Egyesület elnökként belelátok a mindennapokba, mert tudom segíteni azt, hogy azok a programok, amik mondjuk több közönséget fognak vonzani, azok ne essenek egybe például az Icsi-ligeti programokkal. A fejlődésre visszakanyarodva, mert ugye ez, hogy tudunk fejlődni, rengeteg videót nézünk meg más fesztiválokról, és ha van lehetőségünk, akkor el is megyünk. Tehát nyilván nem az adott időszakban, de mondjuk megpróbálunk olyan május, március környékén, vagy most is februárban elmenni olyan rendezvény szervező kollégákhoz, akik éppen mondjuk ők is tervezik ezt, egy kicsit belelátni az ő munkájukba, egymástól tanulni, ez az úgynevezett benchmarking, ez ugye nem szégyen. Nyilván nem szégyen, így van. Pénz, paripa, fegyver. Van? Van. Van. És van, a szellemi tőke pedig adott. Igen. És mivel a KFT most a Corvinus Egyetem duális partnere is lesz, ugye ez, hogyha valaki nem tudja, ez azt jelenti, hogy aki jelenleg a Corvinuson egyetemi tanulmányait folytatja, van lehetőség egy cégnél párhuzamosan elhelyezkedni. Kommunikáció, turisztikát tanul, és így tovább, marketinget, és mi is partnerként vagyunk, tehát nálunk megvalósulhat az, hogy ő már most a tanulmányai során bekapcsolódjon ebbe a folyamatba, és egyébként általa fogunk mi is új ismeretekhez hozzájutni. Tehát ez ugyanígy, tehát nem csak szakmai utakra járunk, hanem a belső tanulásra is sokat fordítunk. Nos, augusztus 10-e még messze van, addig még rengeteg sok feladat vár rátok. Melyik lesz az első most az idei esztendőben? Hát ugye már túl vagyunk két nagy rendezvényen. Március 15-e, ami nagyon izgalmas Fehérváron. Talán azt is mondhatjuk, hogy egyedülálló, hiszen nálunk nem úgy ünnepeljük a március 15-én, hogy felmegy polgármester a színpadra, jönnek a versmondó lányok és a kórus énekel és himnusz szózat, hanem egy nagyon egyedi színházi esemény, egy utcaszínjáték valósul meg Matuz János szerkesztésében és rendezésében. A Tóparti Gimnázium lesz, akik most kiemelten ebben közreműködnek. És mivel ott van a szellemi tőke az iskolában, és János vezetésével, lehetne hagyományos módon is megközelíteni a március 15-i ünnepséget, de ők mégis mindig belecsempésznek valami újat, valami. Igen, mindig irigylem magunkat, tehát Székesfehérváron élőket, mert én magam is tapasztalom, hogy még jó néhány helyen ez úgy van, hogy Jókai az én botommal hadonászott, nem tudván, hogy szurony van benne, és egyszer csak kirepült a szurony egyenesen Bécs felé, jó jel, kiabáltuk mindannyian, és köszönjük, ez meg volt március 15-e nekünk. És itt nem ez van. És ez nem van. Zsófi, nagyon szépen köszönöm, hogy megtiszteltél, és akkor köszönöm kitartást, sok-sok munka áll előttetek, ehhez kívánok jó egészséget, és minden munkatársadat, várjuk a fehérváriakat. Nem lesz kétségem felőle, hogy teltházva minden rendezvényen. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Juhász Zsófia volt, a Fehérvári Programszervő Kft. Ügyvezetője, a témánk pedig, hogy a Magyar Fesztivál Szövetség tagja lett a Fehérvári Programszervező Kft. Nyilván ennek lesz hozadéka, addig is köszönöm megtisztelő figyelmüket, minden jót kívánok, viszontlátásra!